Bővítették az üzemet. A következő 3 évben duplájára növeli a foglalkoztatotti létszámot a repülőgép alkatrészeket gyártó Diehl Aircabin Hungary Kft. Nyírbátori üzemében. Sok a hátralék. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében október végéig 77 ezer adózó 57,2 milliárd forinttal tartozott. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal behajtja az adósságot. Peres ügyeket vizsgáltak, a védő ügyvédek többsége nem használja ki teljes mértékben jogait, derül ki a Kúria joggyakorlat elemző csoportjának összegzéséből. A következő 3 évben duplájára növeli a foglalkoztatotti létszámot a Diehl Aircabin Hungary Kft. Nyírbátori üzemében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A német tulajdonú cég egy 10 millió eurós beruházással fejlesztette a gyárat, ahol jelenleg 330-an dolgoznak. Egy 5400 négyzetméteres termelési csarnokot és egy 1200 négyzetméteres irodát építettek, valamint modern termelési technológiát alakítottak ki a repülőgépek belső alkatrészeinek gyártásával foglalkozó üzemben. A repülő alkatrészek gyártásával foglalkozó német vállalat 2011-ben építette első üzemét Nyírbátorban. A Diehl Aerosystems lányvállalataként működő Diehl Aircabin Hungary Kft. Akkor 30 fővel kezdett el dolgozni. Mára új üzemcsarnokot építettek, és több mint 300 dolgozójuk van. A beruházástól azt várjuk, hogy fejlődjünk, és új kollégákat tudjunk majd felvenni, valamint jóval több terméket tudjunk majd szállítani az Airbus részére. A magyar kormány támogatja az új technológiák bevezetését és a modernizálást. A fejlődéshez kitörési pontot jelentenek a nyírbátori bővítésekhez hasonló beruházások, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály beszédében azt is hozzátette, az elmúlt években Magyarország adóssága az egyik legjelentősebb mértékben csökkent a többi európai országhoz képest. Sikerült megteremteni a növekedés lehetőségét, már csak meg kell tartani azt. Kiemelte azt is, hogy hazánkban jelenleg több mint 6000 német vállalkozás működik. Magyarország egy hagyományos partner Németországnak, ennek már évtizedes, hanem évszázados kapcsolatai, hagyományai vannak, és ebből a szempontból ők egy picit mindig úgy tekintenek Magyarországra, de a közép-európai régióra is, mint amely egy biztos pont a német gazdaság beszállítói iparának, és nem csak beszállítói iparának, hanem a közvetlen direkt gazdasági kapcsolatainak is. 6000 német cég van Magyarországon, és ez a 6000 német cég nagyon sokféle szektorban működik, nem csak repülőgép alkatrészgyártás, hanem főleg autóipar, de autóipar mellett feldolgozóiparban is van, élelmiszeriparban is van beruházás, és a cégek mérete is nagyon különböző, hiszen a multinacionális, mondjuk Audi beruházás vagy Mercedes beruházás mellett itt vannak 4-5 fős, sőt 10 fős kisvállalkozások is, amelyek úgy tűnik, hogy Magyarországon érzik jól magukat. Ezt egyáltalán nem tartom problémának vagy bajnak. A német gazdaság ma Európa lokomotívja, húzóereje, és hogyha a magyar gazdaság ehhez rá tud kapcsolódni, hozzá tud tenni valamit, akkor ez a magyar gazdaság számára is előnnyel és haszonnal jár. A nyírbátori fejlesztések nem csak a gazdaság növekedését segítik, nyugat-európai munkakörnyezetet és munkakultúrát biztosít az ott dolgozók számára. A munkahelyek teremtésével javítja a település lakosság megtartó képességét, valamint generálja az oktatás fejlesztését és a szakképzést is, hangsúlyozta ünnepi beszédében a polgármester. Lehetőség lesz az itteni dolgozóknak a fejlődése is. Ez azért nagyon fontos nekünk, mert egy alapvető kérdés ebben a térségben nem csak az, hogy munkahelyek jönnek létre, hanem az, hogy van-e megfelelő munkaerő, tehát megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaerő, és legalább ennyire, ha nem a legfontosabb kérdés, hogy milyen bérezés mellett történik mindez. Ezek a fejlesztések ma már Nyírbátorban nem azt jelentik, hogy új munkahely jön létre, hanem szűkül a munkaerőpiac, és én nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő években a bérekben is megmutatkozik. Tehát először első lépcsőként legalább a nyugat-magyarországi bérekhez próbálunk felzárkózni, és aztán remélhetőleg folytatódik ez a jövőben tovább is. Az új csarnok a teljes használatba vétel után összesen 615 embernek biztosít majd munkahelyet. Ezt a bővítést 2018 végére ígérte a vállalat magyarországi igazgatója.
Még az év vége előtt érdemes odafigyelniük az adózóknak egyenlegükre. Akik esedékeségig nem fizették be a személyi jövedelemadót, a járulékokat vagy a helyi adókat, hátralékuk a késedelmi pótlékok miatt jelentősen megemelkedhet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal behajtja az adósságot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében október végéig 77 ezer adózó 57,2 milliárd forinttal tartozott. 300 milliárd forintnyi tartozást 1,5 millió adóstól hajtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az év első 9 hónapjában. Az adósok szinte háromnegyedének köztartozása volt. 420 ezer vállalkozásnak volt késedelmes vagy be nem fizetett tartozása ezált a hivatal adatregiszterében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a bevallott, de esedékességig be nem fizetett hátralék állomány, ami személyi jövedelemadóból, járulékokból, illetve a késedelmi szankciókból áll, október végéig össze 57,2 milliárd forint, ami több mint 77 ezer adózót jelent. A nem teljesítő adózók akár még az év végéig végrehajtásra is számíthatnak. Ez azt jelenti, hogy bárki pillanatok alatt a folyószámláján inkasszót találhat, hogyha jövedelemmel rendelkezik, illetve ingó és ingatlan foglalással is segítjük ezeknek a tartozásoknak a megtérülését. Sok a behajthatatlan tartozás is, több forrásból eljut az információ a NAV-hoz. Ha valaki ki tudná fizetni korábbi tartozását, mégis úgy tesz, mintha nem lenne semmilyen vagyona. Elővülési időn belül, hogyha valamilyen vagyonra tesz szert, teszem azt földbirtokot vásárol, vagy az eladásból valamilyen illeték fizetési kötelezettségen keresztül megtudjuk, hogy tulajdonjoga keletkezett, illetve valamilyen összeghez hozzájutott, akkor ezekre az adóhivatal, ezekre az összegekre inkasszót, illetve foglalást tesz ki. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság a társszervekkel is kapcsolatban áll. A védő ügyvédek többsége nem használja ki teljes mértékben jogait, derül ki a Kúria joggyakorlat elemző csoportjának összegzéséből. 3 év aktáiból végeztek elemzéseket, ez szerint a védők 19%-a élt iratbetekintési jogával, és mindössze 62% intézett kérdést a meghallgatott tanúkhoz. Erről Feleki István, a Kúria bírája szólt a Védői jogok a büntető eljárásban című képzésen a Nyíregyházi törvényszéken. Míg az elmúlt években a vádhatóság és a bíróság munkáját elemezték, addig tavaly a védői jogok a bírósági eljárásban tárgykört határozta meg a Kúria elnöke, ennek vizsgálatára joggyakorlatelemző csoportot hoztak létre. Az elemzésről a csoport vezetője dr. Feleki István a Nyíregyházi Törvényszék szakmai tájékoztatóján képzésén szólt. A Kúria bírája kiemelte, a védőügyvéd egy olyan sajátos szereplője az eljárásnak, akinek önálló jogosítványai van, és többek között a védettől, az ügyésztől és a bíróságtól is független. Önálló szereplője a védő is az eljárásnak, ő az, aki dönt arról, hogy a terhet védelme érdekében mit kell és mikor kell és hogyan kell tenni, és ezért soha nem tartozhat felelősséggel se. Tehát ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy felelőtlen az eljárása, tehát tulajdonképpen inkább úgy lehetne megfogalmazni másként, hogy nem visel felelősséget, értek? Ezért, tehát a felelőtlenséget nem a hanyagság szempontjából kell megközelíteni. A joggyakorlat elemzést tette hozzá a Kúria bírája, azt is vizsgálta, hogy a védő megfelelően éle a büntető eljárás során jogaival, s a bíróság megfelelően biztosítja el számára a védői jogok érvényesülését. A vizsgálat azzal vette kezdetét, hogy a 2011, 2012 és 2013-as évekből meghatározott rend szerint peres ügyeket választottak ki. Az ügyvédek aktivitásával kapcsolatosan többek között az derült ki, hogy a védők 19%-a élt iratbetekintési jogával, és mindössze 62% intézett kérdést a meghallgatott tanúkhoz. Én azt gondolom, hogy a büntetőeljárási törvény a hatályban lévő rendkívüli módon megnyírbálta a védői jogokat. Tehát tulajdonképpen a védőnek, bár adott látszat jogosultságokat, ezek a nyomozás során nem igen érvényesülnek. Az első olyan szakasz, ahol a védő gyakorlatilag egyenrangú félként léphet fel a vádhatósággal szemben, ez a bíróság. Én azt gondolom, hogy a védők nagy része szeretné kihasználni a jogait, és nekem az a tapasztalatom, hogy egyébként jó részt ki is használják, de erre a nyomozati szakban gyakorlatilag szinte semmi lehetőségük nincsen. Az elemző munkáról készült összefoglaló vélemény bárki számára elérhető a Kúria honlapján.
Soha nem látott mértékben, összesen mintegy 100 milliárd forintból valósíthat meg fejlesztéseket a Szabolcsi megyeszékhely, hangzott el a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján. A megyeszékhely országgyűlési képviselői emlékeztettek, Orbán Viktor miniszterelnök november 10-én együttműködési megállapodást írt alá Kovács Ferenccel, Nyíregyháza polgármesterével. A Modern Városok program keretében megújul a sóstói múzeumfalu, a szabadtéri színpad, Sóston pedig egy 4 csillagos szálloda épül, hangsúlyozta a tájékoztatón Petneházi Attila. A fejlesztésekről szóló tárgyalás és így a Modern Városok programon belüli szerződés azért lehetett sikeres, mert Nyíregyháza az elmúlt években sokat tett a fejlődés érdekében, tette hozzá Vinnai Győző. Nyíregyháza volt egy komplett programja, egy kész elképzelése, amin végigmentünk, és azt mondta a kormány, miniszterelnök úr, és két miniszter volt itt, hogy na, ezeket tudjuk támogatni. Első helyen a gazdaságfejlesztést említeném. Nyíregyházának a régi ipari parkja betelt, és most egy új ipari park a LEGO új gyára mellett van kialakulóban. Ezt a kormány segíti 320 hektár megvásárlásával, Nyíregyháza pedig vállalta, hogy az új uniós forrásból, amely a megyeszékhelynek jut, abból közművesíti ezeket a telkeket, hogy minél több befektető, nagy és kis befektető beszállítók telepedjenek meg. A biztonságos élelmiszer termelés jövőjéről és a hazai agrárium helyzetéről szól idén a Magyar Tudomány ünnepe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyeházi program részleteiről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. Barta Dénes személyében nyíregyházi edzője van a serdülő fiú kézilabda válogatottnak. A Zrínyi gimnázium testnevelője olyan csapat kialakításán dolgozik, amely eredményesen szerepelhet majd az ifjúsági Európa-bajnokságon. Hazai környezetben szenvedett vereséget a Szolnoktól a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A Szuperliga 8. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 6-2-re bizonyultak jobbnak a hazaiaknál. A biztonságos élelmiszer termelés jövőjéről és a hazai agrárium helyzetéről szól idén a Magyar Tudomány ünnepe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A megyeházi rendezvényre minden érdeklődőt várnak jövő héten kedden délután 14 órakor. November 17-én a Megyeháza dísztermében rendezik meg az idei Magyar Tudomány ünnepét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a biztonságos élelmiszertermelés jövője a Kárpát-medencében címmel. Az esemény előadásai a tudományos, szakmai tájékoztatások mellett az érdeklődők hétköznapi életben felhasználható ismeretét is bővítik majd, hangzott el a rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón. A megyei önkormányzat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat így már hagyományosan megrendezi a Magyar Tudomány ünnepét, ugye most már ez november hónap, az a Magyar Tudomány ünnepéről szól, és ezen belül a Magyar Tudomány napját, és úgy gondoltuk, hogy ebbe az évben a magyar mezőgazdaság, a magyar élelmiszertermelés lesz majd az a témakör, amely köré csoportosítani kívánjuk majd az előadásnak a tematikáját, és ennek megfelelően hívtunk előadókat is. Én úgy gondolom, hogy az előadók már garanciát jelentenek arra, hogy nagyon komoly tudományos és szakmai dolgokról lehet majd hallani, tanulni itt ezen a rendezvényen, hiszen amellett, hogy kapunk egy általános tájékoztatást arról, hogy milyen a magyar mezőgazdaságnak, az élelmiszertermelésnek a jelene jövőképe, amellett szakmai dolgokban is, támogatási rendszerben, egészséges élelmiszerek előállításában, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyümölcstermesztésbe is egy picit belekóstolhatunk. A vendégek között lesz a Magyar Tudományos Akadémia volt főtitkára, a jelenlegi osztályvezetője, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal országos elnöke, valamint olyan helyi szakemberek, akik az agráriumban végzett kutatásaikkal hozzájárulnak az egészséges élelmiszeripar kialakításához, mondta Ellenti István, az ünnepi konferencia szervezője. Ma Magyarországon nincs olyan helyzet, ahol az ember az élelmiszeriparral vagy az agráriummal termelésen ne lenne kapcsolatban. Ugye, hát a sajton keresztül, a médián keresztül is lejön az egészséges életmód, az életvitel, ahhoz kapcsolódó, úgymond biológiailag értékes élelmiszereknek a fogyasztása, keresése, a földnek a művelése, hogy ilyen minőségi terméket tudjunk előállítani, mint hajdanában őseink is fogyasztottak.
Ez nem jelenti a lezártságot, a kizártságot, csak szakmaorientációt. Bármely érdeklődőt szívesen és szeretettel fogadunk, mert ő is érintett, mert táplálkozik, mert fogyaszt, mert lehet, hogy a kis kertjében tesz-vesz valamit, de lehet, hogy a családon keresztül érintett lehet. Tehát szívesen látunk mindenkit. Lenti István hozzátette, a rendezvényre nem csak szakmai érdeklődőket várnak, az előadók ugyanis aktuális mezőgazdasági kérdések mellett hasznos táplálkozási tanácsokat is adnak majd a rendezvény résztvevőinek. Az érzelmi intelligencia a vezetési mechanizmusban témakörében tartottak civil szervezetek vezetőinek ingyenes kommunikációs oktatást Mária Pócson. A Civil Információs Centrum célja a képzésekkel, hogy olyan többlet tudást és praktikákat adjon a civil szervezeteknek, amelyekkel könnyebben boldogulnak a pályázati források világában, és hatékonyabban tudnak működni a mindennapokban. A Mária Pócsi Zarándok Központban tartotta meg a Civil Információs Centrum két modulból álló kommunikációs és vezetéselméleti képzését, amelynek legfőbb célja, hogy az átadott tudás segítségével sikeresebbek legyenek a megyebeli civil szervezetek. Nemzeti együttműködési alap és más pályázati források miatt is fontos az, hogy civileket képezzük. A civileknek olyan tudást adjunk, olyan vezetési, kommunikációs, PR tudást, amely által a szervezetük menedzsmentjét, a szervezetük bemutatását, a szervezet megmutatását a külvilág felé jobban, hatékonyabban tudják prezentálni. Azt gondolom, hogy ez minden pályázati időszakban, minden projekt időszakban fontos, hiszen nagyon fontos, hogy olyan fenntartható és jó projekteket tudjanak a civilek letenni az asztalra, amelyek segítik az ő munkájukat. A résztvevők szerint nagyon fontos, hogy a szervezetek vezetői folyamatosan figyelemmel kísérjék azokat a változásokat, amik a civileket is érintik. Én a magam részéről, amit itt hallok, amit másoknak a tapasztalatait átvehetjük, azt továbbadom, és én ezért tartom fontosnak, tehát a folyamatosságot tartom a legfontosabbnak, hogy mindig vegyük figyelembe, hogy a fejlődés során mit tudunk a mi városunkhoz tenni, a mi magatartásunkkal hogyan tudjuk segíteni. A Civil Információs Centrum az idei évben még számos ingyenes képzést tart, illetve a közeljövőben mind a 13 járásban kistérségi rendezvények információs napok segítségével tájékoztatják a civil szervezeteket, többek között a pályázati lehetőségekről. Barta Dénes személyében nyíregyházi edzője van a Serdülő fiú kézilabda válogatottnak. A Zrínyi gimnázium testnevelője olyan csapat kialakításán dolgozik, amely eredményesen szerepelhet majd az ifjúsági Európa bajnokságon. Barta Dénes nem először dolgozik a nemzeti csapat mellett, a szakember legutóbb a franciaországi U17-es Európa bajnokságon 2 éve ezüstérmet szerző együttest irányította. Most Vágó Attilával együtt a 2000-2001-es születési fiatalokból igyekszik csapatot kovácsolni a tréner. Jelenleg 25-en tagjai a bőkeretnek. Én úgy gondolom, hogy fizikailag egy kicsit le vagyunk maradva az európai élvonaltól, ezen mindenképpen dolgozni kell. Technikailag ott vagyunk versenybe bárkivel, a taktikai feladatok közül pedig a újabb, modernebb kézilabdában, a páros kapcsolatokban, a pellóval kapcsolatban kell, hogy fejlődjünk, mert inkább rendszerjátékot játszanak ezek a gyerekek, és hát ez nemzetközi szinten nem mindig kivitelezhető. A szakember egyelőre egy nyíregyházi játékos hívott be a válogatott keretbe. Most legutóbb 2 alkalommal Vanc Balázs volt velünk, őt néztük meg. Ő fizikailag és hát felkészültségben is a 25-ös keretnek el tudom mondani, hogy bőven tagja tud lenni. Ezen kívül még szeretném megnézni 2 játékost nyíregyházáról, azt a következő alkalommal meg is fogjuk hívni, és úgy gondolom, hogy ez a 2-3 ember ebből a régióból vagy nyíregyházáról akár egy bőkeretnek a végleges tagja is lehet. Az ifjúsági Európa-bajnokságra készülő kézilabdázók számos tornán lépnek majd pályára, legközelebb decemberben Temesváron mérheti le Barta Dénes, hogy tanítványai milyen helyet foglalnak el a nemzetközi mezőnyben. Hazai környezetben szenvedett vereséget a Szolnoktól a Nyíregyházi Teke Klub együttese. A Szuperliga 8. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 6-2-re bizonyultak jobbnak a hazaiaknál. Az NTK a 11. helyet foglalja el a 12 csapatos mezőnyben.
A Szuperligában újonc, de megerősített Szolnok ellen szerette volna lezárni 6 meccses vereség sorozatát az NTK, de ezúttal nem volt esélyük a hazaiaknak. A vendégek nagyszerű napot fogtak ki, közülük 3-an is 600-a fölé kerültek, így hiába nyertek több első szettet a nyíregyháziak, a mérkőzés végül 6-2-re a 3460 fát elérő tiszapartiak élet. A 3313 fáig jutó hazaiak közül senki nem nyújtott extra teljesítményt. Egy jó erős közepes teljesítményt nyújtott szinte minden egyes játékosunk. Bárki emelkedőt talán azt lehet mondani, hogy a Hakker Dezső 584 fája jelentett. Azt lehet mondani, hogy látszik, hogy a Dezső most már újra felfele ágban van ezzel a teljesítménnyel a nyíregyházi pályát illetően. Még a Szlomeszki Tibornak az első sorban az 570 fa feletti pontszerzése mindenképpen dicséretes, főleg azért, mert a Tibornak az utolsó pályán már fájó térdel kellett végigjátszania, de ami a legfontosabb, hogy hozta a fontos csapatpontot. A többi eredmény, ezek az 540-550 fás körül ütlő egyéni teljesítmények, azok meg egy teljesen átlagos teljesítménynek mondhatóak. Bízunk benne, hogy ezekre tudunk majd alapozni, és a közeljövőben mindenki 20-30 fával ezeket a teljesítményeiket meg tudja majd toldani, mert nekünk az elsődleges célunk az lenne, hogy mindenképpen a 3400 fa felé tudjuk tornázni a csapatfánkat hazai pályán, mert mint látszik, ezekkel a teljesítményekkel nem tudunk még egyelőre itthon diadalmaskodni. A tabella élén a Szeged áll 16 ponttal, megelőzve a szintén 100%-os lépcelakot. A 2 ponttal 11. NTK szombaton az újonc Vasasszonyfa csapatához látogat. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. A következő 3 évben duplájára növeli a foglalkoztatotti létszámot a Dél Erkabin Hungary Kft. Nyírbátori üzemében. A német tulajdonú cég egy 10 millió eurós beruházással fejlesztette a gyárat, ahol jelenleg 330-an dolgoznak. Egy 5400 négyzetméteres termelési csarnokot és egy 1200 négyzetméteres irodát építettek, valamint modern termelési technológiát alakítottak ki a repülőgépek belső alkatrészeinek gyártásával foglalkozó üzemben. Még az év vége előtt érdemes odafigyelniük az adózóknak egyenlegükre. Akik esedékességig nem fizették be a személyi jövedelemadót, a járulékokat vagy a helyi adókat, hátralékuk a késedelmi pótlékok miatt jelentősen megemelkedhet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal behajtja az adósságot. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében október végéig 77 ezer adózó 57,2 milliárd forinttal tartozott. A védő ügyvédek többsége nem használja ki teljes mértékben jogait, derül ki a Kúria joggyakorlat elemző csoportjának összegzéséből. 3 év aktáiból végeztek elemzéseket, eszerint a védők 19%-a élt iratbetekintési jogával, és mindössze 62% intézett kérdést a meghallgatott tanúkhoz. Erről Feleki István, a Kúria bírája szólt a Védői jogok a büntető eljárásban című képzésen a Nyíregyházi törvényszéken. A Kölcsei Televízió híradóját látták pénteken. Friss hírekkel hétfőn este várjuk majd Önöket, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Holnap pedig a hét legfontosabb híreit összegezzük a krónikában. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Szombaton gyors mozgású hidegfront vonul át felettünk, amely számottevő csapadékot nem okoz, a megerősödő szél hatására kitisztul a levegő. Bár mérséklődik a nappali felmelegedés, de a hőmérséklet még így is jócskán az átlagos fölött marad. Éjjel változóan felhős idő várható, párássá válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel, zápor kis eséllyel előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Változékony idő várható a következő napokban. Vasárnap és hétfő délelőtt sok lesz a felhő és kisebb eső is várható.
Ezt követően átmenetileg szárazabb idő valószínű, majd a hét közepétől ismét többször lehet csapadék. Az átmeneti lehűlést követően a jövő hét első felében ismét jelentősen erősödik a nappali felmelegedés, a hőmérséklet jóval az átlagos fölött alakul.